Ropogott a hó a talpuk alatt az újévi túra résztvevőinek. Mindemellett csodálatos hófette űrgemezőben gyönyörködhettek az év első barangolásán a túrázók. Az elmúlt évek alatt olykor-olykor volt ilyen belrészük január első napjaiban. Abszolút ez az időjárás szerintem alkalmas arra, hogy egy jót barangoljunk itt, hát nyilván egy rövidebbet, 5-10 kilométereset, és tényleg ez a táj, az űrgemezei táj télen nagyon szép, úgyhogy mindenkinek nagyon javaslom, és a Demeter Egyesület meg aztán tényleg mindent elkövet, hogy itt Pakson bemutassa a Délmezőföld jeles tájait. Minden évszakban érdemes kimenni egyébként, tavasszal a legszebb, de ilyenkor is hát az a hófőtte táj tényleg mindent kárpótol, és mi jártuk be először, hiszen szűz hóba tudtunk menni. Úgyhogy tényleg abszolút megfelelő volt. Nem volt olyan hideg, de azért hullott a hó. Volt, ami melegített benneteket? Igen, mindenki felszerelkezett kis pálinkával, forralt borral, úgyhogy ezt kifejezetten használt a túrának, és az újévi pezsgőt is belekóstoltunk, hiszen ez volt az idén az első túra. Maga az űrgemező, az neked mennyire a szíved csücske? Abszolút, hiszen már a sportolói pályafutásomból is ugye judoztam, és rengeteget futottunk ki a kilátóig. Ott még különböző feladatokat is kitalált Hangyási Laci bácsi nekünk, és hát abszolút ismerem a tájat, meg a itt nőttem föl, ez nekem a szívem csücske, annak idején volt ugye a napfogyatkozás, ott is a kilátónál nézhettük végig. Szívemhez nőtt már gyerekkorom óta az űrgemező. Kicsit csendesebb ilyenkor, ugye nincs annyi madár, nincs madárcsicsergés, ez a csendes, havas, csak a hóropogása hallatszik, ez a legszebb szerintem ilyenkor a természetben. Volt, akiket elijesztett a túrázástól a havazás, míg mások örömüket lelték benne. Az űrgemező számos értéket, meg annyi rejtett látnivalót, vagy most éppen a hó alatt lapuló kincset rejt magába. Egy-egy ilyen túra nem csak a testet, de a lelket is táplálja. Ez már évek óta hagyomány, hogy az év első hétvégén tartja a szakosztálya évköszöntő túráját. Tulajdonképpen ezzel indul a túra szezon. Ilyenkor mindig a Délmezőföldön szeretünk túrázni. Ide megyünk ki egy hosszabb, rövidebb körre. Hát hagyományosan ezt a túrát a Péter Imi szokta vezetni, de idén nem ért rá, és én vettem át ezt a feladatot. És egy körülbelül 11-12 kilométeres kört tettünk az űrgemezőn, érintve, aki ismeri a Jézus szobrot kint az űrgemezőn, az űrgetanösvényt, illetve hát szerettünk volna a hátsó kis tavakhoz eljutni, csak ott a szürke marha csorda utunkat át, és ezért inkább megfutamodtunk, és kicsit rövidítettünk ott. Talán kicsit többen megijedtek reggel, mert azért nagyobb létszámba szokott menni a túra. Általában ilyen 30 fő azért el szokott jönni a túrára, most 16-an voltak, ha jól számoltam a mai túrán. Annak ellenére, hogy reggel úgy indult, ahogy én szerintem egy jó sikerült túra volt, hiszen havazásban azért nem minden nap tudunk túrázni, ugye elég ritkán van az, hogy ilyen szép hóesésben, mint ami, főleg ami reggel volt, gyönyörű nagy pelyhekbe esett a hó, így tudjunk túrázni. Tehát ez a túra, ez egy viszonylag rövid túra volt, hiszen 8 órakor indult és délre már beértünk. Máskor azért ugye egész nap eltart a túra, hiszen reggel indulással valamikor a késő délután szoktunk hazaérkezni. A következő túránk az, amit mi szervezünk, az február 2-án lesz a Gemencben, szintén még azért arra számítunk, hogy az is egy téli túra. Ez egy emléktúra egyébként, Modor Árpád emléktúrának hívják, és megyei szervezésű. A Modor Árpád, ő a megye nagy turista vezetője volt, és az ő emlékére szervezzük meg minden évben ezt a
a túrát, illetve hát előtte még nagyon népszerű a Bartina teljesítmény túra, amit Szekszárdon az Ifjúsági Unió szervez. Erre mi külön nem szervezünk rá, de a szakosztályban nagyon sokan el szoktak menni erre a túrára, ott különböző távok vannak, 15-től 40 kilométerig. Az atomerőmű ESSE természetjáró szakosztálya és a Demeter Egyesület közös programokat szervez egész évben, több tucat kerékpáros és gyalogos túrát, melyhez már vízi program is betársult az elmúlt évben, így idén is lesz. Az évkezdés jó hangulatban indult a havas januárban.